Nézzük meg, ugye itt található a GIMP főablaka, a kép szerkesztő ablak, a képablak és az eszköztár, ami nélkül nem tudunk dolgozni. Az eszköztárak az a nagyszerű ebben az eszköztárban, amelyik eszközre rákattintok, annak a beállító ablaka gyakorlatilag itt alul megjelenik, és én ilyen módon méretezni tudom magát a beállító ablakrészt, és ez a középső terület, ezek az úgynevezett bedokkolható ablakoknak az ablakrészei. Ha én itt kiveszek egy ablakot, mondjuk a rétegeket, akkor az egy teljesen önálló ablakban jelenik meg. A GIMP első indításakor elképzelhető, hogy itt ez a sáv teljesen üres, tehát nincsen egyetlen bedokkolt ablakrész sem. A dokkolás művelete úgy történik, hogy megfogom az adott ablakot, és az adott ablaknak a szöveges részét ide betolom, és akkor tehát fogjuk meg a szövegréteget, és helyezzük a réteg ikonját a csatornák elé. A csatornák ikonja egy pillanatra kijelölődik, aktívvá válik. Ezt a műveletsort nevezzük dokkolásnak. A dokkolás nagyon fontos a munkák során. Az ablakok menüben megtaláljuk a dokkolható párbeszéd ablakokat. Ezeket itt sorban mindegyiket be lehetne dokkolni, ha szükségünk lenne rá. A első négy, pontosabban első ötöt látjuk itt. Ez egy kis magyarázatra szorul, hogy melyik az első itt. Most, hát ha vegyük észre, hogy a fényképen még a tégla kijelölő eszköz alul található bedokkolva. Ez az egyetlen olyan eszköz, amely az eszköztáron lévő eszközök beállító ablakai, amely alulra és ide is bedokkolható az eszköztár alá gyakorlatilag, tehát egy egységet képez, a többi dokkolható ablak az nem tehető alulra, az itt található. Na most nagyon fontos szerepet kap a dokkolásnál ez a kis háromszög. Nézzük meg a lehetőségeit. Ha rákattintok, és most a kijelölő eszközök közül aktív az ellipszis alakú kijelölő eszköz, és itt azt mondom, hogy a lap rögzítése a dokkablakhoz, akkor ezt kipipálom. Akkor most megpróbálom az ellipszis kijelölést kiemelni, az nem fog sikerülni. Míg az összes többit ki tudom emelni, őt nem. Tehát az amelyik mellett ki van pipálva, amelyik az a bedokkolt ablak már többet nem távolítható el gyakorlatilag, ez a szerepe. Valamint innen is lehet dokkolni. Hogyha nem sikerülne valakinek, nehezen menne maga a dokkolás művelete, akkor a lapokat, amelyeket lapoknak neveznem, ablakoknak, dokkolható ablakoknak itt a fordítás, azt itt is hozzá lehetne adni, illetve lehetne törölni. Nagyon fontos, tehát ez a négy dokkolható ablak, hogy meglegyen a rétegek, a csatornák, az útvonalak és a visszavonási előzmények. Még egy olyan ablakra van szükségünk, amely nagyon fontos, a kijelölés szerkesztő, a kijelölés menüből érhető el, ez is bedokkolható lenne, de ezt inkább én azt mondom jobb, ha külön ablakban kezeljük, bár van, aki ezt is dokkolva szokta használni, ezt hasznos folyamatosan látnunk a képernyőn, tehát célszerű úgy elhelyezni, hogy elférjen a képernyőn. Hát lehet látni, hogy tényleg elég sok eszközre lesz szükségünk a használat során, úgyhogy mindenféleképpen vagy ezt a fajta eljárást kövessük, hogy alul van a téglalap, tehát a kijelölő eszközök, az eszközöknek a beállító része, és fölötte a egyéb dokkolható ablakok elemei. Hát, hogyha nagy felbontású képernyőnk van, akkor mindenképpen ez az ajánlatos, a kisebb akkor talán így, mint ahogy most látjuk, de mindenképpen dokkolnunk kell. Következő filmünkben bemutatom az első gyakorlati munkánkat, ami
a kijelölő eszközök megismertetését fogja bemutatni, tehát ott kijelölő eszközökkel fogunk megismerkedni. Téglalap alakú, az ellipszis alakú, a lasszó, a varázspálca, a szín szerinti kijelölő, a olló, intelligens olló, az előtérben lévő objektumok kijelölésére alkalmas kijelölő eszköz bemutatása fog következni, és hát az utolsó lenne az útvonalak vagy a Bézier görbe kijelölő eszköz, ennek a megismerése csak később fog következni, és hát az előtér kijelölő eszközzel is csak minimálisan fogunk foglalkozni, tehát igazából az első 6 kijelölő eszközt fogjuk használni a következő összetett feladatban. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Nézzük meg, ugye itt található a GIMP főablak, a képszerkesztő ablak, a képablak és az eszköztár, ami nélkül nem tudunk dolgozni. Az eszköztárak az a nagyszerű ebben az eszköztárban, amelyik eszközre rákattintok, annak a beállító ablaka gyakorlatilag itt alul megjelenik, és én ilyen módon méretezni tudom.